Sziasztok! Itt vagyok a második Szelekótya videóval kézsinóros sárkányozásról kezdőknek. Ebben az epizódban a repülés alapjairól lesz szó. Ne felejtsd el megnézni az első részt a repülés előtti teendőkről, és a továbbiakat, amikben jobban elmélyedünk néhány részletben. A repülés magas iskoláját nem tőlem fogod megtanulni, de ha kezdő vagy, akkor jó helyen jársz. Ott állsz tehát a mezőn a felszerelt sárkánnyal. Ideje repülni! Ha volt már a kezedben egy zsinóros sárkány, akkor tudod, hogy rövid zsinóron kell föllendíteni a levegőbe. Aztán pedig szépen utána eregetni a zsinórt, ahogy a sárkányt viszi a szél. Esetleg meg lehet kérni valakit, hogy dobja föl neked, vagy pedig rohanhatsz vele egy darabot. Na, ezeket most felejtsd el! Két zsinóros sárkánnyal a felszállás legjobb és legegyszerűbb módja az, hogy leteszed a sárkányt, hassal fölfelé, és orral szélirányba. Ellenőrzöd, hogy sehol sincs beakadva a váz alá a kantár, sem a szárnyvégbe a zsinór, aztán a szélnek háttal fordulva szépen elhátráz a sárkánytól, közben lecsévélve a zsinórodat. Fordítva is működik a dolog, ha van nálad egy sátorcövek vagy egy hasonló alkalmatosság. Ilyenkor a cöveket leszúrod egy ponton, arra rárakod a már lecsévélt zsinór fogantyúját, majd pedig fogod a sárkányt és elsétálsz vele szélirányba. Amikor a zsinór végére értél, leteszed a sárkányt az iménti módon, aztán visszasétálsz és fölszeded a zsinórt meg a cöveket. Erősebb szélben hasznos lehet ez a módszer, annyiban, hogy nem tudja a szél elfújni a sárkányt, mialatt eltávolodsz tőle. A sárkány tehát hanyat fekszik, orrával tőled elfelé. Kézbe veszed a zsinórt, esetleg ellenőrzöd, hogy biztosan a bal kezedben fogod-e a bal zsinórt, és a jobb kezedben a jobbat. Azt sem árt ellenőrizni, hogy mögötted biztonságos-e a terep. A két karodat előre nyújtva, hátralépsz annyit, hogy a sárkány a függőlegeshez közelítő pozícióba emelkedjen, de ha nagyon gyenge a szél, akkor vigyázol, hogy túl ne húzd és át ne billenjen. Ezután egy határozott, lendületes mozdulattal a tested mögé csapod a két kinyújtott karodat. Nem vadul hátra rántod, hanem finoman induló, majd gyorsuló mozgással hátra lendíted. Ha erősebb a szél, akkor elég egy kisebb felszálló mozdulat is. Ha gyengébb, akkor a mozdulat közben és utána még hátra is lépsz egy párat. Ha segítőd van, akkor ő megfoghatja a sárkányt a gerince végénél, és függőlegesen feltarthatja a feje fölé, te pedig innen hajthatod végre a felszálló mozdulatot. Esetleg számolj háromig, ő pedig háromra engedje el a sárkányt. 1, 2, 3! De ne dobja fel a levegőbe, mert azzal többet árt, mint használ. Ennek a segítős felszállásnak főleg akkor van értelme, amikor talajszinten rossz a szél, de kicsit följebb már tisztességesebb. Egyébként a segítő legfőbb előnye az, hogy miután a sárkányod alábucskázott az égből, ugye nem számítottál arra, hogy innentől folyamatosan fennmarad, szóval miután leesett a sárkányod, a segítő újra behelyezheti a megfelelő pozícióba, kicsavarhatja a szárnyvégekre tekeredett zsinort, esetleg összeilleszthetti a becsapódásnál szétvált illesztékeket. Aztán pár próbálkozás után szerepet cseréltek. Amikor felszállás után érzed, hogy a sárkány már befogta a szelet, a karoddal térj vissza alapállásba. Kormányozható sárkányozás alapállása úgy néz ki, hogy a könyököd derékszögben be van hajlítva, a felkarod függőleges a tested mellett, az alkarod pedig körülbelül vízszintesen előre néz. Ebből a pozícióból mindig lehetőséged van bármelyik kezeddel bármelyik irányba mozdulni, akár csuklóból, akár könyökből, akár válból. Később is, minden irányító mozdulat után térj vissza alapállásba. Különben hamar ott végzed, ahol 10-ből 9-en kezdeni szokták a kormányozható sárkányozást, széttárt karokkal fogsz össze-vissza csápolni. Ne tedd! Ha így hadonászol, már nem vagy ura a sárkányodnak.
A sárkány kormányzásának alapfoka elméletben rendkívül egyszerű. Olyasmi, mintha egy bicikli kormányát fognád. Lényegi különbség, hogy a biciklin rajta ülsz, a sárkányon pedig jó esetben nem. Képzelj el tehát egy virtuális bicikli kormányt, ami úgy működik, mintha rajta lenne a sárkányon. Amikor az egyik kezedet kicsit magad felé húzod, a sárkány kanyarodni kezd abba az irányba, saját magához képest. Ha a jobb kezeddel húzol, jobbra kanyarodik. Ha a bal kezeddel húzol, balra kanyarodik. Ha nagyobbat húzol, élesebben kanyarodik. Ha fenntartod a húzást, a sárkány folyamatosan karikázni fog. Ha pedig visszatérsz alapállásba, akkor a sárkány tovább megy abba az irányba, amerre az orra néz. Ugye mondanom sem kell, ne akkor térj vissza alapállásba, amikor a sárkány orra lefelé mutat. Inkább repülj egy teljes karikát. Húzol, kanyarodsz körülbelül 3/4 kört, aztán visszatérsz alapállásba. Mire befejezted a mozdulatot, és a sárkány is észrevette a parancsot, kész a teljes kör. Eközben persze a két zsinórod egymás köré tekeredik. Olcsó karikás zsinórral 2-3 ilyen tekeredésnél többet lehetőleg ne csinálj. A profi zsinór elvileg több tucatot sem bán. Az erősen becsavart zsinór lassítja a sárkány reakcióját és növeli a szakadás kockázatát. De semmi vész. A kitekeréshez repülj egy kört az ellenkező irányba. Ha többszörösen besodortad a zsinórt és a fene sem emlékszik, hogy merre, akkor repülsz pár kört egy irányba, és figyeled, hogy több vagy kevesebb surlódást érzel a zsinóron. Ha többet, elkezdesz az ellenkező irányba körözni. Ha kevesebbet, folytatod, amíg ki nem pödörted a sárkányt. Most, hogy már tudod, hogy megy az alapvető kormányzás jobbra és balra, kezdhetsz röpködni mindenfelé. A kormányzás begyakorlásának a legjobb módja, ha 8-asokat repülsz. Pontosabban végteleneket. Nem csak azért, mert a fektetett 8-as a végtelen jele, hanem azért is, mert ezt a manővert a végtelenségig lehet ismételni. Feltéve mármint, hogy a szél ideális. A valóságban persze a szél soha nem ideális. Hol jobban fúj, hol kevésbé. Hol erről, hol egy kicsit arrábról. Mielőtt gyakorlod a végteleneket, kiismered a sárkányodat, és kifigyelheted, hogy mikor és hogyan kompenzáld a szél változásait erősebb vagy gyengébb kézmozdulatokkal. Nyugodtan töltsd el az első sárkányozós napodat, úgy, hogy semmi mással nem kísérletezel, és számíts rá, hogy hónapokba telhet, amíg magabiztos leszel. Igyekezz minél szabályosabb köröket, végteleneket és egyeneseket repülni, hogy megszokd a sárkány finom irányítását. Közben ne felejtsd el, hogy lábad is van. Ahogy a jó öreg mondás tartja, ha rövid a karod, told meg egy lépéssel. Ha túl gyenge a szél, akkor a sárkányod lassul, esetleg elveszti a szelet. Hátrafelé sétálva vagy futva, kvázi szelet csinálsz neki, és felgyorsíthatod. Ha túl erős a szél, és csak úgy süvít a sárkány, előre gyalogolva, kifoghatod a vitorlájából a szél egy részét. Ennyi fért bele a mai adásba. Ha tetszett a videó, nézzétek meg a többit is. És ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb. Legközelebb továbbfejlesztjük a repülés technikáját.